Na, megy a videó. Sziasztok, srácok! Bocsa, minőség miatt sajnos a kamerám le van merülve, és nincs időm feltölteni, mert látjátok, hogy gyakorlatilag miről szól ez a videó. Arról, hogy akarok egy ilyen videósorozatot, egy ilyen videó blogszerűt, ami így mint egy napló végig fogja kísérni így az életemet. Ettől a pillanattól, hogy elköltözök ebből a faluból, meg a Zalából, gyakorlatilag mondhatni, hogy az ország másik felére. Basszus, az a telefon is kezd lemerülni. Hát megpróbálom rövidre fogni. Nézzétek, egyébként lefújtam a felnéket, kapott egy új szint. Ez nem olyan rikító, mint a fehér, de mégis olyan, nem tudom, hogy jól megy hozzá. Egyébként tetszik. Ja, kipucoltam a kocsit kívül, belül, nagyon brutálul. Nem is tudom, szerintem még tuning talira se volt ennyire patika. Aztán adjuk neki. Képzeljétek, szereltem fel izét, USB-t, eddig nem volt. Ott van az USB. Meg egy telefontartót. Azért raktam USB-t, mert múltkor mentem fel Győrbe, aztán felénél lemerült az izé a telefonom, aztán ugye a GPS-t kéne használni. Ja, úgyhogy ez szuper lett. Meg kéne raknom az USA-t egyébként. Azt néztem, hogy fönn voltam Győrbe, mindenki az USA-val mászkál. Ott, aki ott ismerős, az tudjátok, mi az USA a helyzet, vagy nem helyzetjelző, hanem ugye a szélességjelző. Ugye gyakorlatilag az a kettő, ami nekem ott alul van, most villog, az így folyamatosan világít, úgy mászkálnak az arcok. Nem tudom, hogy az hogy lehet. Biztos akkor a jardok egy kicsit kíméletesebbek, meg ilyen kopra ültetett kocsikkal közlekednek a városba, Győrbe a rendőrök között. Na mi a fasz, ezért lelőnének minket Zalába. Ja, igen. Ja, kipucoltam patikára faszán a Verdát, úgyhogy lehet csapatni vele. Holnap reggel fogok egyébként indulni. És akkor olyan videókat tervezek, hogy majd akkor holnap is csinálunk videót, ugye a megérkezés, a kipakolás, számítógép, összeszerelés, meg minden ilyenre. Gondoltam, meg így meg bejárjuk a várost, meg így megmutatom a környéket, esetleg ilyen dolgok. Jó? Ja, egyébként tudom, hogy az USA nál Ventóba, itt van benne ugye a szélességjelző, de sokan ugye használják úgy, hogy direktbe gyakorlatilag indexel közlekednek, és akkor Golfon például, meg akármin, meg Ventón is szokták. Na, mindegy, az a lényeg, hogy ott jobban engedik, vagy ilyen kíméletesebbek tényleg a járdok. De olyan jól sikerült megpucolnom most minden nagyon makulát. Na, holnap biztos esik az eső. Na, és ja, felni. Mi a vélemény? Szerintem nem rossz. Várjátok, az a baj, nappal szembe vagyok. Most ugye egyébként megy le a nap, este 8 körül van. 7-8, nem is tudom. Ja. Szerintem babás. Egyébként tüzé lesz. Akkor már, ha vlogolunk, akkor beszéljünk erről, és eladó lesz a Verda kb. Egy olyan másfél-két hónap múlva, hogyha esetleg valakit érdekel. De komolyan érdekel, tényleg, nem azt írjátok, hogy úr, tök jó lenne, nekem kéne, meg minden. Hogyha valakit érdekel, akkor egy ebbe az állapotába esetleg Felnikkel együtt. Felniket most felraktam izére. Tök vicces volt, felraktam Felni adok veszekre Facebookra. Nem azért, mert eladni akartam, mondom, hát ha valami jó cserét bedobnak, de nem jókat ajánlottak, nem tetszettek, meg ilyen diszkos felni erre az autóra nem illik. Aztán, ja, úgy izére datált, a Ferike haverom mondta, hogy egy olyan talán 80 körül, így gumikkal 80-at el lehetnek érni, úgyhogy esetleg úgy így gumikkal együtt, vagy Felnikkel együtt, hogy eladnám az egészet, nem kell horribilis összegre gondolni. Szóval majd megbeszéljük, hogyha tényleg érdekel valakit. Ja, egy olyan másfél-két hónap, aztán csere lesz. Kell egy ízé, kell valami erős dízel, mert sokat fogok menni, akkor főleg, hogyha kimegyek. Ja, hát sokan nem is tudjátok, hogy ugye mi a szituáció, ugye az a szitu, hogy egy Győrbe fogok dolgozni. Egyelőre. Ez egy ilyen nagyon, hát nem tudom milyen hosszan, de nem tervezem, hogy ez olyan nagyon hosszú lenne. Ez az időintervallum, inkább ugye Ausztriába fogunk, próbáljuk meg majd. Esetleg Joe-val ugye, hogyha az úgy összejönne. Ezt úgy veretjük egyébként. Nézem ennek a telefonnak a minőséget, nem valami erős.
Ja, bocs, hogy ezt mutogatom egyébként. Én egy darab rövid gatyába vagyok, és semmi másba. Felül semmi. Temető egyenes srácok, itt sokat blogoltunk, valószínűleg ez lesz az utolsó. Mert ugye Keeper elhúz a picsába innen. Ja, és akkor ez lesz. Ott van egy albi, ott van egy, lesz egy külön szoba a számítógép. Ilyen teremnek, ugye szeretnék live-olni, lesz egy normális netem, egy ilyen 150 per 150-es, ha jól sejtem, amivel ugye akármilyen minőségű live-okat tudok tolni, úgyhogy valószínű, sőt, biztos fognak live-ok lenni a szabadidőmbe. Na, jó van, srácok, szerintem akkor így ennyi lenne a dolog. Azon gondolkodtam, hogy stílszerűen valami elhúzást ide bele kéne csinálni, hogy autóval elmegyek, de nem tudom hova rakni ezt. Ez nem egy kamera, ez egy hülye telefon, és nem tudom lerakni. Jó van, srácok. Na, akkor köszi szépen a figyelmet. Jelentkezem az első nappal. Ez volt a nulladik nap. Vagyis mínusz egyedik talán. Nem, nulladik. Na, sziasztok.